Ausztriában az Alpok csúcsai között bújik meg Piber, a lipicai lovak otthona. A lipicai lovak tenyésztése 1580-ban kezdődött, második Maximilián uralkodása alatt. Azóta egészen a birodalom bukásáig a fehér lovak a koronát szolgálták. A lovak ma az osztrák nép tulajdonát képezik, élő jelképei egy ragyogó korszaknak, amely már soha nem tér vissza. Lipicai mének csodája. Magyar hangok. Perlaki István, Földi Teri, Széjes Imre, Forgács Gábor, Sárközi József, Melis Gábor, Andai Györgyi, Szersény Gyula, Varga T. József, Bordás János. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Dudik Anna Mária Éva, hangmérnök Müller Kálmán, vágó Vünc Attila, gyártásvezető Farkas Márta, szinkronrendező Kis Lajos. A szinkront a Magyar Televízió ZRT megbízásából a Vidar Team készítette. Fényképezte Günther Anders. Smith. Könyvet írta E.J. Carothers, Alois Podaisky ezredes, a Bécsi táncoló fehér lovak című könyve alapján. Rendezte Arthur Hiller. A lipicai lovak feketén születnek, és három évesen nyerik el fehér színüket. A legszebb méneket ekkor kiválogatják a híres bécsi spanyol lovasiskola számára. Az iskola neve a lipicai lovak spanyol eredetére utal. Az épületet 1735-ben építették, amikor minden európai udvar támogatta a klasszikus lovaglás művészetét. Ezt a művészetet ma már kizárólag csak itt művelik. Az iskola túlélt háborúkat, megszállásokat, koronákat és köztársaságokat. Ám a második világháború végén majdnem megsemmisült. 1945 tavaszán nagy kaland vette kezdetét a bécsi fehér lovak életében. Thank you.
Telheim tábornok, micsoda meglepetés. Rodajszky ezredes, emlékszik Stryker tábornokra? Hogyne, emlékszem a tábornokra. Uraim, bocsássák meg, hogy nem szólítom fel tisztelgésre a lovasokat, de a katonai légkör megzavarná a lovak idomításához szükséges figyelmet. Értem. Stryker tábornok ma reggel érkezett. És szinte első kérdésével a spanyol lovas iskoláról érdeklődött. Megtisztel. Csodálom a lipicai ménjeit. Amikor csak Bécsben járok, mindig meg is nézem őket. Jöjjön el holnap is. Több hónap szünet után lépünk fel. Igen, hallottam. De mi történt itt, Podajszky ezredes? Mire céloz? Megváltozott az épület. Vagy rosszul emlékszem, hogy hatodik Károly képmása függött a galéria felett? És mintha mesés csillárokra is emlékeznék. Azokat levetettem. Parancsot kapott rá, ezredes? Én adtam rá engedélyt, hogy tegyen meg bizonyos megelőző lépéseket. Ezek a kincsek pótolhatatlanok. Féltettem őket. Ó, értem. Szóval féltette őket. A félelmével magyarázható talán az is, hogy igen sok box üres az istálóban, ezredes. A fiatal méneket elküldtem az országból. Engedélyt kért Berlintől arra, hogy a spanyol lovasiskola elköltözhessen Bécsből? Igen, már elég régen. A kérését elutasították. Valóban, nagyot csalódtam. Olyan nagyot csalódott, hogy figyelmen kívül hagyta az utasításokat? Ha úgy tettem volna, akkor már nem lennék itt. A lovak, amelyeket elküldtem, nem vettek részt az előadásokon. Ezredes, a döntése mégis ellentétes a Führer parancsával. Bécs nincs veszélyben. Az élet itt is megy tovább, mint eddig. Nem gondolhatja komolyan... Ez parancs! A lovasiskola papírjait. Több lovas a katonai szolgálatban áll. Ők azonnali hatállyal visszatérnek aktív szolgálatba. Azt akarja, hogy a lovasiskola működjön, mégis elveszi az embereimet? A fronton van rájuk szükség. De tábornok úr, az iskola alapja a jó kiképzés. Megértem a gondjait, ezredes. De a háború a végkifejlet felé halad. És bizalmasan elárulhatom, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ha Németország győzni akar, akkor némi áldozatot meg kell hoznunk mindenkinek. Várom hát a holnapi előadást. Hey Hitler! Csoda, hogy nem rúgta meg a ló, ha ilyen zavaros utasításokat ad. Aztán meg engem, hogy beengedtem magát. Nem magával akart ordibálni. Maga csak áldozat volt. Megnézi a munkámat? Ha valamit rosszul csinálok, kérem, javítson ki. Louis? Igen? Valami baj van? Igen. Valami baj van. Micsoda? Nem tűröm, hogy valaki gyerekes kirohanásokkal zavarja meg a lova kiképzését. Kinek voltak gyerekes kirohanásai? Nekem. Hazaküldtem magamat. Kiabáltam egy fiatallal, ha hallottad volna. Pedig lelkiismeretes fiú, az egyik legjobb. Ha ő az egyik legjobb, akkor ezt is túl fogja élni. Gyere, igyál kávét. Holnap majd megdicsérem. Hogy lehetnek a nácik ilyen ostobák? Most már ők is elhiszik a saját propagandájukat. Aha, a nácik. Igen, a nácik, mindig csak a nácik. Úgy érzem, az egész életemben itt voltak. Azonnal be kellene zárni, és el kellene költöztetni az iskolát. Berlinnek nem lenne joga ezt megakadályozni. Kérvényezheted a költözést újra és újra, de mást nem tehetsz. Te katona vagy. Az iskola katonai ellenőrzés alatt áll, ennyi. Az operát is a hadsereg irányítja? Vagy a szimfonikusokat? Hát, talán Bécs valóban megmenekül majd, ahogyan
Párizs is megmenekült. Fel kell készülnem arra, hogy ha kell, egyedül fogok távozni Bécsből. Nem, Louis. Erre gondolnod sem szabad. Mindent meg kell tennem azért, hogy az iskola fennmaradjon. És mi lesz velünk, Louis? Az iskola már akkor az én felelősségem volt, amikor a nácik még be sem tették a lábukat Ausztriába. De mindennek van határa. Ez a legfontosabb feladatom. Ismét megpróbálok engedélyt kérni, és imádkozom, hogy észhez térjenek. De ha nem hallgatnak rám, és folytán lesz az idő, akkor... Nem, nem, én erről hallani sem Verena, akarok. Verena, kérlek, értsd meg! Európa ketté fog szakadni. Csak azoknak lesz esélyük megmenteni valamit az életükből, akiknek van tervük, akik hajlandóak tenni valamit, és akik elég bátrak. Az iskola az életem és a felelősségem. Nem fordulhatok el tőle puszta félelemből. Gondolj bele, Verena, én már végig gondoltam. Ugye, értesz engem? Igen. Igen. Csak nem akarlak érteni. Louis, ígérd meg nekem, hogy nem vállalod a veszélyt. Csak akkor, ha nagyon muszáj. Csak ha már végképp nem marad más választásod. Ne feledd, te vagy az életem. Egyedül te. Csodálatos a bor, csodálatos! Ő tudja, ő ismeri a borokat. A nagybátyám vagy, hogy te ismernem? Visszamegyek az alakulathoz, ahonnan 3 éve jöttem el. Jó lesz azért újra látni a fiúkat. Ha maradt még belőlük. Ó, ez a szép beszéd. Az, szép és vidám. Ígyuk meg a bort! Ha iszunk néhány pohárral, minden garantáltan vidám lesz, és még a végén... Otto önként fog jelentkezni frontszolgálatra. Magam is gondolkodtam már ezen. Elvégre kell valaki, aki majd megtörli az orrotokat. Micsoda megtiszteltetés! Jó estét, Herr Hagen. Kérem, üljön le az asztalfőre. Nézzük, hogy ízlik önnek a bor. Jó év ez a bor. Örömmel hallom. Jó estét, ezredes. Minden évben van valami jó. Csak keresni kell, ha igaza van. Számomra tökéletes. Miért állnak? Üljenek le! Podajszki ezredes! Pohárköszöntő következik. Amikor 3 évvel ezelőtt megérkeztünk a spanyol lovasiskolába, ön azt mondta, elvárja, hogy kihozzuk magunkból a maximumot. Kevesebbel nem éri be. És időközben rájöttünk, hogy komolyan gondolta. Nehéz volt, mert egyikünk sem tudta, hogyan lehet kihozni magunkból a maximumot, sem azt, hogyan fogjunk hozzá. De ön sokat követelt, amíg el nem értük a célt. Ezért mindannyian hálásak vagyunk, mert ezt a sikert magunkkal vihetjük mindenhová. Prosit. 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 Maguk parancsra kerültek a lovasiskolába. Senki sem kérdezte, van-e kedvük hozzá. És nekem sem volt beleszólásom. Mégis szerencsés az iskola. De kell is a szerencse ahhoz, hogy ennyi éven át fennmaradjon. Ha én magam jártam volna végig a teljes lovasságot alakulatról alakulatra, lovasokért nem jártam volna jobban.
Azokra, akik itt maradnak, még az eddigieknél is nehezebb munka vár. Akik pedig visszatérnek az aktív szolgálatba, minden bizonnyal az alakulatuk büszkeségei lesznek. Hiányozni fognak. Sok szerencsét. Jó fiúk ezek. És milyen hiába való most már a frontra menni. Louis. Ne haragudj, unassunk. Fiúk, hívjuk attól! Emlékszünk a kedves dalára. A dalokat soha nem szabad elfelejteni. Just say we'll meet again tomorrow. Just say auf Wiedersehen tonight. Don't say goodbye and don't despair. I know that we we'll meet again somewhere. Our dreams will still be there tomorrow, although tomorrow's far from sight. Rajta, játsz valami vidámat is. Az még egy kis bort, bácsikám. Készülj fel az útra. Reggel bemegyek a minisztériumba, most már nem utasíthatnak el. A tábornok fogadja önt. Mit tehetek önért, Podaiski ezredes? Egy kérésem lenne. Engedélyt kérek a spanyol lovasiskola evakuálására. Az engedélyt megtagadtam. De az már régen volt. Az ma reggel volt. Már beszéltem Berlinnel. De miért tagadják meg? A múlt hónap vagy a múlt hét más helyzet volt, de most? A spanyol lovasiskola bécsi jelképe. Az evakuálását esetleg úgy értelmezhetnék a bécsiek, hogy a város sorsa végleg megpecsételődött. És a helyzet reménytelen. Mértéktelennek tartom ezt az áldozatot, és nem hiszem, hogy Bécset ilyen könnyű lenne becsapni. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy megkérdőjelezzek egy felsőbb utasítást. Nekem feladatom van, tábornok.
Valóban van, mint mindenkinek, aki egyenruhát visel, hogy teljesítse a parancsot. Hey, Hitler! Telheim tábornokot keresem. Be volt jelentve, ezredes? Nem voltam. A tábornok úr... Ez sürgős. Stryker tábornok élete veszélyben forog. Mit mondott a fiúnak? Egészen megijesztette. Tudja, dadok, ha valami megijeszti. Manapság nem nehéz megijeszteni az embereket. Elég csak jó hangosan és gorombán beszélni. Stryker tábornokkal is így tett? Nem, ő kivétel. Elutasított. Minden kérésemet, az összeset. Sajnálom. Hihetetlen ez a pazarlás és ez az ostobaság. Ne mondja el, mit gondol. Senkinek se beszéljen. Manapság nem szabad ilyesmit hangoztatni. Bocsásson meg. Te az iskola kancáit érthetetlen okokból Csehországba költöztették. Elképzelni sem tudom, hogy mi lesz ott velük. Most meg a minnyeimet veszélyeztetik a légi csapások, és nem menthetem meg őket. Úgy tűnik, mintha valaki készakarva eltervezte volna, hogy romba dönti a spanyol lovasiskolát. Mint a felsőbb utasításra végeznék a pusztítást. Nem tudom, hogyan lehetnék ezek után türelmes és udvarias. Bár csak felhívhatnám Berlint is, közben járhatnék magáért. De a Hitler elleni merénylet óta sok változás történt. Nem maradtak ott barátaim. Tudom. Nos, köszönöm, hogy meghallgatott. Ismét. Egy pillanat! Nemrégiben utasítottam önt, hogy vigyen biztonságos helyre néhány műkincset az iskolából. Azt a parancsot még nem vontam vissza. Tud segíteni a szállításban? Hová szeretné vinni a műkincseket? Sankt Martini Inkrácsba. Az ottani kastély istálóiban rengeteg hely van a műkincsek tárolására. Kevés a vasúti kocsi. Meglátom, mit tehetek. Küldök teherautókat. Nekünk néhány szekér is megfelel. A lipicai lovak segítenek majd a szállításban. Meglátom, mit tehetek. A többit magára bízom. Ennyi erővel csapdába is csalhatnám. Vállalom a kockázatot. Vigyázzon, barátom. Ezredes úr! Várjak itt önnel. Menjen előre a teherautókkal, maguk után megyek. Találkozunk a vasútállomás. Magánál van a parancs másolata? Igen, de remélem, hogy nem lesz rá szükség. Rendőrök portyáznak. Ideges leszek tőlük. Sok szerencsét.
Vadász ki, ezredes! Indulhatunk, ezredes! Mi folyik itt? Podarski ezredes vagyok a spanyol lovasiskolából. Nézze meg, hogy mit visznek a szekereken. Értékes felszerelést és műkincseket menekítek ki, éppen a vasútállomásra tartunk. Parancsot kapott? A területi védelmi parancsnoktól. A felesége? Igen. Ő is segít a kimentésben? Nem hagyhatom itt egyedül. Miért kötöttek lovakat a szekerek után, ezredes? Nem szoktak hozzá a szekérhúzáshoz, ezért gyakran kell majd lovakat cserélnem. Bútorok, festmények, néhány nyereg és lószerszám. Nagyon veszélyes feladatot vállalt, ezredes. Tisztában vagyok vele. Nem lenne jó, ha bombatámadás érni a lovait. Induljon hát. És lehetőleg siessen. Köszönöm. Nem létezik ottó. Hol van? Amort! Jöjjön velem! Hetes vágány, kiürítelék! Podarski ezredes vagyok! Vigye arrébb! Ha kell, lökje le a síndről, vagy gyújtsa fel! Mit bánom én? Szállítási parancsom van! Mondtam, hogy nem lehet megoldani! Nekem nem mondott semmit! Akkor sem lehet megoldani! De parancsom van! Kinek nincs? Engem nem tud lerázni! Podarski ezredes! 100 parancs vár arra, hogy teljesítsem. Mindegyik sürgős. Katonák, felszerelések, maga pedig műkincseknek kér kocsit. 6 kocsit kérek. 6-ot? Nem tágítok, amíg nem segít. Ezredes, nekem sok a dolgom. Higgy el, hogy nem magamat féltem, hanem a lovakat. A lovakat? A parancsban az áll, ezredes, hogy műkincseket kell elszállítania. És mik a spanyol lovasiskola kincsei? Az igazi kincsei? Azt nekem nem tisztem eldönteni. Nem tudok segíteni. A lovainak sem. Maga osztrák? Igen, az akkor vagyok. Ezek az ön lovai is, nem csak az enyémek. Ezredes, ne legyen érzelgős. Manapság nincsen helye az érzelgősségnek. Ez nem érzelgőség, hanem valóság. Veszélyben forog egy pótolhatatlan intézmény. Oda ez ki, ezredes. Kénytelen leszek hívni a rendőrséget. A gyerekei? Igen, ők a gyerekeim. Bájosak. Ilyen derülátók. Mintha tudnák, hogy holnap jobb nap virrad majd. Itt vannak Bécsben? Nem, elküldtem őket. Biztonságban, helyes. Jól tette. Podarski ezredes, ismételten kérem... Látták már a lipicai lovakat? Igen, látták a lovakat, imádják a lovakat, és én is imádom a lovakat. Miért nem érti meg, hogy nem segíthetek? Szörnyen nehéz helyzetbe hoz engem.
Az asztalon 100 olyan parancs hever, amelyet nem tudok teljesíteni. De maga felidézte bennem a gyerekeim arcát is. Van, amit soha nem szabad szem elől veszíteni. Nyugtalanok a lovak. Te is az vagy, inkább aludnod kellene. Majd Szent Martinban. Nyugalom. Nyugalom. Repülök! Karina, ne butáskodj! Csak fogd a kezed! Ezek elmennek, vagy megfordulnak. Nem jönnek már vissza. Olyan makacs tudsz lenni időként. Tőle tanultam. Idegesít ez a csend, ami itt van. Hozzászoktunk a zajhoz. Ott ahol van? Elment sétálni. Itt született Linzben. Néhány nappal ezelőtt a háború csupán néhány rádióhír volt, és némi kényelmetlenség. És most hirtelen itt van. De még mindig olyan valószerűtlen. Jönnek vissza, nem maradt itt semmi. Mi itt vagyunk. Kapcsoljon szét, és induljon el innen! Kapcsoljon szét, és menjen innen! Támadnia kell innen! Azt hiszi magamtól, nem tudom. Siessen, 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 induljon! Induljon! Nem megyünk sehová! Itt hagynak minket szabad prédának! Már vége van? Meddig kell itt maradnunk? Amíg más parancsot nem kapok. Tehát addig. Itt veszélyben vagyunk. Kitől kapja a parancsot? Itt a kutyák is parancsolnak. Nekem is elegem van belőle. Kapcsoljon szét és induljon! Kapcsoljon szét és induljon! Nem nyugszanak, amíg le nem bombáznak mindent. Ha itt hagy, akkor megöl minket. Nekünk óvnunk kell a mozdonyt. Maga meg mire vár még? Nem azért hoztam el a spanyol lovasiskolát Linzig, hogy itt érje a végzet. A vonatomon van a lovasiskola. 4 kocsiban. A Bécsben jártunk a nejemmel, mindig megnéztük a fehér lovakat. Maguk megőrültek. Bombáznak. Erre lovakról beszélgetnek. Kapcsoljon szét és induljon! De nem hagyhat itt minket! Oh!
Otto, ki kell vinnünk innen a lovakat? Hova visszük őket? Bárhová, ahol. Magával visz minket. Magával visz minket. Maga meg mit művel? Álljon meg! Azt mondtam, hogy álljon meg! Álljon meg! A háború utolsó heteiben a Sankt Martini kastélyban menedékre talált sok otthontalan ijedt ember. És a bécsi spanyol lovasiskola. Lassan teltek a napok a várakozásban. De olyan feszesen! Mi történt? Tolvaj, betört a raktárba. Csak pokrócokat vettem el. Meg egy nyerget. Segítség! Ne öljön meg, segítsen valaki! Senki sem akarja bántani. A gyerekem fagyoskodik, mit tehetnék? Fagyoskodik? Ilyen időben? Éjszaka hideg van, és a földön alszunk. A nyereggel akart takarózni? Nézze meg, mi hiányzik még? Mit akar? Mit akarnak velünk? Mi fog most történni? Mondjon már valaki valamit. Mit művelnek vele? Bántottak, testvér? Én csak pokrócokat kerestem. Gondoskodnia kell a családjáról. Igen, a gyerekeim fáznak. Az előbb még csak egy gyereke volt. Ne kezelje le a szegényeket. Magát nem kérdeztem. Eltűnt egy pisztoly. Azt nem én vettem el. Esküszöm. Semmit sem tudok a pisztolyról. Botozzon meg. Tűnjön el innen. Maguk is. Ezentúl mindig álljon valaki őrt, és találjanak ki egy viadójelet. Ellopnak mindent, amit a piacon eladhatnak. Elkészítem a beosztást. Az őröknél legyen puska és elegendő lőszer. Ne feledje, hogy eltűnt egy pisztoly. Odakint. Otto fülön csípett egy tolvajt. És te mit csináltál? Elengedtem őt. Jelentenem kellett volna a hatóságnak. Én is előlük menekülök. És még azt hittük, hogy Sankt Martin biztonságos lesz. Podolszky, ezredes! Egy katonai autó!
Úgy tűnik, magas rangú vendég érkezik. Akkor menjünk fel. Louis, te nem jössz? Nem. Mi indít arra, hogy felhívd magadra a figyelmet? Sőt, még ki is megyek köszönni. Nem hiszek a szememnek. Mi szél hozz a Szent Mártinba? Végre engedélyt kapott, hogy kimenekítse az iskolát Bécsből. Milyen gyorsan tudja lebonyolítani a költözést. Örülök, hogy látom. Telheim tábornok, jöjjön be. Igazad volt, Louis, fontos vendégünk érkezett. Grófnő, bemutatom Telheim tábornokot. A grófnő megnyitotta előttünk otthona ajtaját. Megtisztel. Telheim tábornok, kedves barátom. Üdvözlöm, Szent Mártinba tábornok. A látogatás a kellemes meglepetés. Hogyan tudott elszabadulni? Rendkívül zavaros napokat élünk. Nem hiszem, hogy hiányolni fognak. Ez esetben maradjon itt vacsorára. Nem akarok alkalmatlankodni. Ne szabadjon. Azonnal intézkedem. Köszönöm. Jöjjön, Karl. Bájos teremtés. Igen, és ön után ő a legelfoglaltabb ember Ausztriában. Igen. Láttam, hogy jó sokan laknak itt. Rengeteg menekült érkezik Szent Mártinba. Ő ápolja őket, ellátja őket tanácsokkal, és aggódik értük. Hol van a férje? A seregben? Sokat hangoztatta a véleményét, ezért koncentrációs táborba küldték. Ó, értem. Nos, jöjjön kérem, foglaljon helyet és meséljen, hogy van. Ne adja az ártatlant. Tudom, hogy magát az érdekli, hogy mi van a lovas iskolában. Ennyire könnyen átlát rajtam. Nos, a csarnok még mindig áll, és nem változott. Úgy örülök, hogy látom. Minden percben egyre jobban. Csodálatos volt. Köszönjük. Nincs mit. Manapság ritkán van alkalmam játszani. Tudják, mi most megszegtük a törvényt. Igen. Mendelssohn zenéjét betiltották. Elfelejtettem. Ez természetes. Ki tudja ezt észben tartani? A konyak fenséges. A bor is az volt. Elszoktam már az eféle ínyességektől. Bécsben nincs ilyesmi. Vagy csak jól elrejtik. Mi is úgy ástuk elő. Szó szerint a boros pince padló deszkái alól. Az ezüstöt és a porcelánt is. Verénával egész délután ástunk. Sokat fáradtak, értem. Jó újra vendéget köszönteni, és zenét hallgatni. Kedvelem Mendelssohnt. A bölcsődalt gyermekkoromban is játszottam. Mi meg nem történhet egy olyan országban, ahol betiltják egy zseniális zeneszerző műveit? Mi történhet azokkal, akik békésen tűrik, hogy ezt elvegyék tőlük? Túlságosan szigorúan fogalmaz, tábornok. Nem egyik napról a másikra alakul ez ki.
hanem lassan is. Olyan alattomosan, hogy az embereknek fel sem tűnik. Igen. Aztán hirtelen ott van. De akkor már túl késő a sarkunkra állni. Legalábbis ezt mondják a gyenge emberek. De nem. Szerintem ön túl elnéző. Az erősek minden körülmények között harcolnak. Az életüket kockáztatják azért, amiben hisznek. Csodálom őket. És irigylem őket. Akármi történik. Igen. Azt hiszem, hogy mennem kell. Csodás este volt. Az ön otthonában tudomást sem vettem az időről. Nem csak az óráról, de az évről sem. Köszönöm önnek. Én köszönöm. Sokat jelentett ez nekem. Remélem, találkozunk még. Néha gondoljon rám. Ezt kérnie sem kell. Szeretném újra látni a gyönyörű lipicaiakat. Természetesen. Hölgyeim. És Karl még azt hitte, hogy ellenség érkezett. Ön már eddig is olyan sokat tett az iskoláért. Kellemetlen, hogy ismét kérnem kell. De aggódom, Csehországba küldött kancáinkért, nem tudom, lehet-e tenni valamit, mielőtt késő lenne. Már is túl késő. A hódítókhoz forduljon. Lesújtó híreket hoztam. Önző okok miatt halogattam a tájékoztatást. Hiszen oly kellemes este volt. Mi történt? A Magyar Lovasiskola elmenekült Budapestről. De elfogták őket az oroszok. Bécs külvárosában. Bécs előtt? Bécs minden bizonnyal el fog esni. Talán már el is esett. És mi történt Haszlinszkivel és a lovakkal? Ő és az emberei hadifoglyok lettek, egyenruhát viseltek. A lovakat pedig elpusztították. Értem. Olyan sokat beszéltünk a végről. Vártuk már. Számítottunk rá. Mégis döbbenet, hogy itt van. De egy dolgot megtehetek még önért utoljára. Felmentem az iskolát a szolgálat alól. Ez talán megkönnyíti majd a dolgát, ha a megszállók átveszik a hatalmat. Nagyon hálás lennék. Akkor elküldöm a hivatalos iratokat arról, hogy a lovasiskola ezentúl polgári intézmény, amilyen régen volt. Azt mondta még egyszer utoljára. Igen. Németország elestével nekem végem. Tudja, sokat gondolkodtam a helyzetemen, és be kellett látnom, hogy sem bátorságom, sem kedvem nincs előről kezdeni. És ami még fontosabb, nem szeretném, ha nácinak könyvelnének el. Nem akarom vállalni a felelősséget. Maga sosem szimpatizált Hitlerrel. Nem, de eladtam magam neki, mint olyan sokan. Tartottam magam egy több éves döntéshez. Gyenge döntés volt. Ma is az. De a saját döntésem. Azt hiszem, hogy ilyen rettenetes délután szép tavaszunk lesz idején. Nem hiszem, hogy az oroszok eljutnak majd Szent Martinig. Ez talán némi megnyugvást ad önnek. Szerintem erre a vidékre amerikaiak jönnek majd.
Tőlük többet várhatok? Ne adja fel a reményt, barátom. Ön büszke lehet a múltjára. Van esélye a jövőben. Ez keveseknek adatik meg. Sajnálom, hogy ilyen komor hírekkel kellett elrontanom a szép estét. Tábornok úr, maradjon itt egy kis időre. A grófnő bizonyára örülne annak, ha... Ha beköltözne még egy menekült? Ne. De azért köszönöm. Nos, ég önnel. Remélem, jóra fordul a sorsa. Egy döglődő szörny utolsó rúgásai. Szeretném, ha meghalna, de nem hallgatom. Talán ma este. A brit rádióval talán több szerencsénk lesz. Nem hiszem, hogy ők foglalkoznak még velünk. Mit érdekli őket, mit tudunk? Ők nyertek. Vége van. Csak itt-ott kell még feltakarítani. Az elsőtől van rossz hangulatod. Nyugalom. Nehogy véletlenül lelőjön valakit. Ha lelövök valakit, az nem véletlenül lesz. Egy gyilkos bújna meg a nyájos arc mögött? Kötve hiszem. Hozzátok a lovakat, gyorsan! Hozzájuk érnek, lövök! Vidd el az útból! Álljon meg, ezredes! Ne mozduljon! Mit csinálnak a lovaimmal? Ezeken fogunk elmenekülni. Mielőtt az oroszok ide jönnek. Azt hiszi, hogy én ezt tétlenül nézem? Maga ma nem parancsolgat, ezredes. Fogja ezt fel szívességnek. Az oroszok állítólag szeretik a lóhúst. Ha az oroszok elől menekülnek, akkor hiába fáradnak. Nem jönnek azok Szent Mártinba. Én nem ezt hallottam, hanem azt, hogy már Bécsben vannak, és elindultak errefelé. És hova akarnak menni? Higgyék el, jobban járnak, ha itt maradnak. Nem hiszem, hogy magát az érdekli, hogy nekünk mi a jobb. Látták a német tisztet, aki itt járt néhány napja? Bécsből jött. Tőle tudom, mi fog történni. Az oroszok nem jönnek el Szent Mártinig. Maga túl sokat beszél német tisztekkel. Ha megüti, megölöm! Vissza, ezredes! Ha kell, lelövöm! Dobja el! A lovasokon kívül mindenki távozzon! Gyorsan! Vigyék vissza a lovakat! Valaki segítsen bevinni Ottót! Most már tényleg nyugdíjba vonulok. Ugyan már. Ez nem vihar lesz. Tényleg nem az. Jönnek a győztesek.
Hála az égnek, nem mély a seb. Megérte, Veréna? Mi? A sok törődés és erőfeszítés. Ezt a kérdést még sosem tetted fel nekem. Nem, makacs vagyok. De az igazság is makacs. Szembe kell nézni végre a valósággal. És mi lenne az? Kíváncsi vagyok. Nyisd ki a szemed és a füled. Jönnek a győztesek. Gondolkodás nélkül vesznek el életeket, pusztítanak el hagyományokat. Honnan tudod, hogy milyenek, Louis? Hallottad, mi történt a magyar iskolával? Az csak egy alakulat volt az orosz hadseregből. Te a másik oldalról jobb híreket hallottál? És nem ez a legrosszabb, távolról sem. Azok akarják tönkretenni az iskolát, akiknek meg akartam menteni. Ez nem igaz. Nézd meg, mi történt ma alig néhány órája. Valaki szerez egy pisztolyt, és már is kész megölni bárkit, aki az útjában merészel állni, és aztán ellopni minden ményt az istálóból. Louis, meg kell értened valamit. Léteznek olyan emberek a világon, akiknek egy ló csupán egy ló. Legyen az fehér, fekete vagy tarka. Nekik a ló nem szépség vagy kultúra, csak egy ló. Csak egy szállítóeszköz. Sőt, egyeseknek finom falat. Hát, talán nem is lesz helye a művészeteknek abban a világban, ami a háború után jön. Ezek talán már elavult dolgok. Ha így van, akkor magam is az vagyok. Elavult. Mint Telheim, akinek lejárt az ideje, akinek eltűnt a világa. Ha ez így van, azt tudnom kell. Fel kell nyitnom a szememet, és meg kell látnom. Igen. Nyisd ki a szemed. Mert torz a látásod. De ez nem vakság, hanem csak rövid látás. A menekülteket meglátod, mert elég közel jönnek, és a füledbe kiáltják a fenyegetéseket. De hol vannak a többiek, akik az életüket tették kockára az iskola megmentéséért? A mozdonyvezető, aki idehozott minket, a forgalmista a vasútállomáson, Otto, Sasha. Őket már meg sem látod? Telheimhoz hasonlítod magadat? Ez nem igazságos. Szegény Telheim. Nincs mibe kapaszkodnia, nincs miért harcolnia. Ezért aztán feladja. De te nem ilyen vagy, Louis. Amíg egy szemernyi esély is van arra, hogy az iskola megmaradjon, neked harcolnod kell. Tartozol ezzel azoknak, akik segítettek. És van más is, amiért megéri harcolni. Köszönöm. Kárl, nyissa ki az ajtót. Igenis. Podolski ezredest keresem. Én vagyok az. Parancsot hoztam, ezredes. Parancsot? Kinevezem területi védelmi parancsnoknak. A falu lakosait felfegyvereztük, várják az utasításait. Védelmi parancsnoknak? Ön itt a legmagasabb rangú tiszt. De én már nem vagyok katona. Most várom a hivatalos iratokat. Ezek a hivatalos iratok, ezredes. Igen, azt látom. Kérem, tudassa a parancsnoksága alá tartozó emberekkel, hogy a harcnak még nincs vége. Szigorú büntetést kockáztat az, aki felveti, hogy adjuk meg magunkat az amerikaiaknak. Van esetleg kérdése, ezredes? Nincs. A polgármester úr itt marad, várva az utasításait. Herr Altmann, ön rokona annak az Altmannnak, aki a hentes üzletet vezeti a faluban? Én vagyok az az Altmann, uram. Herr Altmann, elképzelhető, hogy jelenleg nagyobb veszély is leselkedik a falura, mint a hegyek között visszhangzó fegyverek? Nagyobb veszély.
Igen, a fosztogatásra gondolok. A fosztogatásra? Több mint 300 menekült él itt, akik egyre nyugtalanabbak, ahogy a harcok közelednek. Ha a félelmük és kétségbeesésük elérni a kritikus szintet, és nyílt lázadásra és fosztogatásra adnák a fejüket, akkor belátható, mi történne velük. Igen, belátható. Ezért aztán nem ártana, ha a fegyveresek a falu közelében maradnának, hát ha valóban lázadás tör ki. Mi a véleménye? Egyetértek önnel, ezredes. Teljes mértékben egyetértek önnel. Róka. Ravasz Róka. Bajba fog kerülni ezért. Louis, nem tetszik nekem, amit művelsz. Mit tehetnék? Küldjem ki a beteg és fáradt öregeket a katonák ellen? Arra nem visz rá a lélek. És a parancs? A parancs? Soha többé nem fogjuk látni Chryslertet. Akkor sem vagyok már katona, ha nem kaptam még kézhez a papírokat. Végeztem a nácikkal egyszer és mindenkorra. Bravo! A férjem azt mondta, hogy úgy zongorázom, mint egy ács. Puff, puff, puff. Nekem tetszik. Várjon, figyeljen. Nem hallok semmit. Pontosan. Elhallgattak a fegyverek. Ön szerint ez mit jelent? Veréna, hozd ide a lovasoknak rendelt ruhákat. Ideje kibújni az egyenruhából. Louis! Kérlek, menj most, Veréna. Égesse el az egyenruhákat, és szabaduljon meg a puskáktól az istállókat. Értettem, ezredes. Nem akarok magyarázkodni. Igen, uram. Nem tudok én is segíteni? Szívesen csinálnék valamit. Úgy érzem, hogy a világ ma este kétszeres sebességgel forog. És ha nem kapaszkodom erősen, nem is tudom, miket beszélek. Én igen. Én is érzem. Néhány óra múlva véget ér egy borzalmas eszme, minden hatalma. Ha tetszik, ha nem, változás jön. Végre itt a vég. Vajon milyenek lesznek? Az amerikaiak? Nem tudom. Hamarosan kiderül. Meg, csak áthaladnak. Várj! Hoffmann őrnagy, tudja meg, kik ezek és hogy kié a kastély. Örvendek. Louis Podolsky vagyok. Magáé a kastély? Nem, Arkovelli grófé a kastély. Ő hol van? Nincs itt. A férjem koncentrációs táborban van. Szeretnénk felmérni az épületet főhadiszállásnak. Megtisztelő lenne, ha az amerikaiak nálunk rendezkednének be. Körbe vezet? Őrnagy, nézze meg a többi épületet. Tele fehér lovakkal! Gyertek! Ezt nézzétek meg! Louis, légy velük türelmes! Hé, nézz arra a lába elé! Elnézést kérek, bocsássanak meg! Otto, mi a baj?
Nincs semmi baj. Egy amerikai tiszt keresi önt. Tudja a nevét. Kísérj oda. Tudtam, hogy ön az a Podaisky. Hoffman őrnagy vagyok. Láttam önt a 36-os olimpián. Az régen volt. Igen, valóban nagyon távolinak tűnik. De emlékszem a lovaglására. Soha nem láttam ahhoz foghatót. Nagyon kedves. Ezek az ön lovai? A bécsi spanyol lovasiskola lovai. Olvastam, hogy ön lett az igazgató, de még a háború előtt, nem? Még mindig az vagyok, ha ez számít valamit. Hoffman őrnagy, itt lesz a főhadiszállásunk. Vezényelje le a beköltözést. Igen, uram. Uram. A járműveket vigyék az istállóba, úgy látom, van elég hely. Az úr Podaisky, a spanyol lovasiskola igazgatója. A világ egyik legjobb lovasa. A lipicai mének itt vannak Szent Martinban. Hány lova van itt, Podaisky? 70, uram. Szép állatok. Igen, uram. Én nem láttam még az előadást, pedig az állítólag különleges élmény. Egyedül álló a világon. Ide hozta a lovakat? Igen, itt biztonságosabb. Nagyszerű. Tábornok úr. A spanyol lovasiskolát érdemes megmenteni, nem csak Ausztria, hanem a világ számára. Védelmet kérek. Sajnálom, Podaisky. Védelem nélkül nincs esélyünk. 70 lovat kell ápolnunk, etetnünk, elszállásolnunk és megvédenünk. A kancákat Csehországba vitték Hostauba. Ha nem kerülnek vissza, kihal a tenyészet. Podaisky, még a háborút sem nyertük meg. Ha megnyerjük, akkor ügynökségek fognak foglalkozni az ilyen kérésekkel. Bocsásson meg, uram, de az ügynökségek felállítása késő lesz. Nincs jogom katonai védelmet adni önnek. Ami a kancákat illeti, az amerikai hadsereg nem lépheti át a demarkációs vonalat. Az pedig a csehszlovák határon húzódik. Hostau az oroszoké lesz. Csodálom az iskola iránti szeretetét, de nem segíthetek. Hát, azért még ne adja fel. Túl korán beszéltem, és túl őszintén. Ne, bújja! Csak ne adja fel. Louis, vacsora? Nem vagyok éhes. Podaisky, beszélhetnénk? Sokat beszélgettem a tábornokkal. Szeretne segíteni, és van egy ötlete. Igen, milyen ötlete? Össze tudna állítani egy előadást itt Szent Martinban? Egy tudja, előadást? Tudja, a tábornok a harmadik hadtest parancsnoka. Szóval, igazi lóbolond. Lovagolt a 12-es olimpián. Ha fel tudná kelteni az érdeklődését, talán abban is segíthet, amiben más nem. Megmentheti a kancákat? Nem ígérhetek önnek semmit. De meghívhatjuk Pertint, hogy nézze meg az előadást. Hogyan állítsak össze egy rendes előadást ilyen körülmények között? Kevés az emberem, a lovak rég nem edzettek. Hát, ha nem lehet megoldani. Nem mondtam, hogy nem lehet megoldani. Csak annyit, hogy nem tudom, hogyan. De hajlandó rá. Ez is egy esély. Elvállalom. Helyes. Még ma üzenek a tábornoknak. Hoffman őrnagy. Nagyon köszönöm. Megérkeztünk ebbe a faluba annyi szomorú város után. Bejöttünk ebbe az istállóba, és ilyen szépséget láttunk. Nem számítottunk rá. Segít elfeledtetni velünk a sok csúfságot. Nos, jó éjszakát, Podaisky. Ezredes, történt valami? Fel fogunk lépni, Otto.
Azt mondta, hogy fel fogunk lépni. Igen, azt. Előadást tartunk ebben a faluban. Ez lesz az iskola legfontosabb fellépése. Egy tábornoknak, aki segíthet. Ah, csodálatos. Mikor kell fellépnünk? Azt még nem tudom. Néhány nap múlva. Néhány nap múlva? Nem tudjuk a lovakat addig megfelelni. Hiszen ez képtelenség. Több hét kellene a lovak felkészítésére. Nem hiszem, hogy ez menni fog. Ide hallgassanak. Túl nagy utat tettünk meg idáig ahhoz, hogy most feladjuk. Szükségünk van segítségre. Ezt a Patton tábornokot kell levenni a lábáról. De ehhez idő kell. Most nincs időnk. Fejünket csóválva, hátat fordíthatunk ennek a lehetőségnek, és akkor talán soha többé nem fogunk fellépni. Maguk ezt akarják? Ragadjuk meg a lehetőséget, és legyünk hálásak érte. Holnap hajnalban kezdjük a gyakorlatokat. Nagyon korán. Menjenek, uraim, pihenni. Ébresztő emberek, ki az ágyba, egy, kettő, mit gondolnak, mi ez itt az Astoria? Ki az ágyba, odostan? Gyerünk már! Gyerünk, katona! Mozduljon már meg! Nézzétek! Senki sem szokott hamarabb kelni az amerikai katonáknál. Soha senki. Mi van? Csak óvatosan. Vigyázz a fejedre. Ez a fejed volt? Sasha, két sorba állítsa fel a székeket. Egy sorban 10 szék legyen. Jöjjön, lerajzoltam. Hé, mi van itt? Cirkusz érkezett a faluba? Nem, ez nem cirkusz. Ez itt a bécsi spanyol lovasiskola. Mit keres a spanyol lovasiskola Ausztriában? Brooklynban is van spanyol étterem. Ez a legrégebbi lovasiskola a világon. Tény, hogy ezek gyönyörű lovak, asszonyom. Azok? Ha barátkozni akarsz, mosolyogj. El kellene nekünk néhány jó barát. Nézd, hogyan sasszéznek. Kérd fel valamelyiket a következő táncra. Ha őszinte akarok lenni veled, barátom, akkor ezek a lovak jobban táncolnak, mint sok lány odahaza. A lovasiskola igazgatója köszöni a lehetőséget, hogy bemutathatja lovait az amerikai felszabadítóknak. Nagy munka áll még előtte, hogy kialakítsa a fellépő helyet. De ha kész lesz, a mének felléphetnek önöknek, és így önök talán jó emlékeket vihetnek majd haza Ausztriából. Esetleg segíthetünk neki, asszonyom. Valóban? Ez igazán kedves önöktől. Segítenek nekünk? Hé, oda nézd, mit csinál. Nekik mi mutatványosok vagyunk, cirkuszosok. Ne segítsenek. Louis, ők fiatalok. Hogyan érthetnék meg a lovasiskola jelentőségét, a hagyományai szerepét? De hajlandóak figyelni. Nyitottak az újra. Nincs időm tanítani őket, és nem tetszenek a viccék. Louis, mindig azt hajtogatod, hogy az iskola a te felelősséged. Azt hiszed, ehhez elég csupán jelen lenned. Pedig adnod is kell. Verena, mit művelsz? Nem áll szándékomban veszekedni veled, különösen ilyesmin. Ez az ilyesmi nagyon fontos. Hallottam olyan katonáról, aki annyit gyilkolt, hogy nem tudja abba hagyni. Talán túl régóta harcolsz, és túl régóta nem bízol senkiben. Hagyd itt a kávét, a többit elintézzük.
messze van a konyha. Ennyi erővel akár a kútra is mehetnénk vízre. De ahhoz túl lusta vagy. Jó reggelt, Veréna. Jó reggelt. Csodálatosak az amerikaiak, szinte mániákusan ügyelnek a tisztaságra. Igen, csodálatosak. Szerintem még az évszázados piszkokat is megtalálnák. Kár, hogy eltüntetik. Veréna, valami baj van? Nem árulj el? Túl sokat várunk a férfiaktól. Elvárjuk, hogy egy óriás erejével és dühével harcoljanak. Majd azt, hogy gyorsan változzanak vissza a régi férfiakká. De ezt kérnünk kellene, hát nem igaz? Ez a feladatunk. Ne aggódjon annyit, Veréna. De tudja, gondolnom kell arra is, hogy mi lesz akkor, ha az amerikai tábornok nem segít neki. De gyönyörű, tudom is, hova rakjuk. Ide. Akár el is bújhatunk mögé. Késik. Nagyon ideges, épp mint az esküvünk napján. Ez rosszabb. Téged ismertelek, de Patton tábornokot csak hírből ismerem. Megjött. Na, nagy kutya. Sok sikert. Fegyverrel, tisztelek! Indulj! Igen? Kezdhetjük. Ó, hogyne, bocsánat. Thank you.
szóljon a katonáknak, hogy jöjjenek közelebb. Közelebb húzódhatnak, fiúk, ha akarnak. Le is ülhetnek, menjenek. Lótól én még soha nem láttam. Gyakran csinálják. Nem láttál még csatázó lovakat? Lovat sem látott még. A lónak több esze van annál, hogy betegye a lábát Brooklynba. Menj már! Talán csak ég a gyomra. Köszönöm, tábornok úr, hogy megtisztelte figyelmével a spanyol lovasiskolát. Ez a kulturális intézmény, amely oly szorosan kötődik az osztrák földhöz és lélekhez, a világ legrégebbi lovasiskolája. Több évszázad háborúit és forradalmait élte túl. Az amerikai népet, amely azért lépett hadba, hogy megvédje az európai kultúrát a pusztulástól, bizonyára érdekelni fogja ez az iskola, amely a barokk kultúra élő örököse. Úgy hiszem, helyesen cselekszem akkor, amikor védelmet és segítséget kérek öntől, tábornok úr. Védelmet az iskolának és segítséget a lipicai kancák felkutatásában. Hiszen a kancáink óriási veszélyben vannak most Csehországban. Köszönöm a szép előadást. Megmutatja az embereimnek az istállót? Igen, hogyne. Szakasz, vigyazz! Igent mondott, vagy nemet? Nem hallottam. Hallottam. Mennyi időbe tanítani a lovakat? 3-4 év, mire fel tudnak lépni. Bámulatosnak tartom, hogy a háború közepén ilyen sok energiát tudsz szánni egy lovasiskolára. A művészetet próbáljuk megőrizni. Derék dolog. Ha megteheti. Mondja, Padászki, a kancák fellépnek? Nem, csak a ménekkel foglalkozunk, a kancákat tenyésztésre használjuk. Ezért lenne fontos kihozni őket Csehországból, mert nincs más. Hiába ellenkeztem, a németek a tenyésztelepünket is elköltöztetik Tiberből. Szép munkát végzett, Padászki. Gratulálok. Menjünk ebédelni, uraim. Na, mit mondott? Azt, hogy éhes. Vigyazz! Folytassák! Uram, az ebédlő balra van. Szeretném látni Csehország térképét. Hozom a katonai térképet. Erre jöjjön. A hét elején kaptam egy üzenetet a második gépesített hadosztálytól. Tájékoztattak, hogy a cseh határ közelében mintegy 2000 szövetséges hadifogoly őriz egy nagy ménest. Elnézést, uram! Ez az uram. Ez a hely a demarkációs vonalon túl van. De nekem nem tetszik az a vonal.
Ki kell hozni a hadifoglyokat, mielőtt az oroszok odaérnek. Önre bízom ezt a feladatot. Ha a helyzet engedi, Reed ezred és a lovakat is hozza el. Ne maradjanak ott. Igen, uram. Vigyázz! Felkeresem Eisenhower tábornokot, ő Patton felettese. Louis, kérlek, egyél egy falatot. Írok az amerikai elnöknek. Kérlek, egyél valamit. Nem is reggeliztél, és már egy fellépésen is túl a vagy. A körülmények ellenére jó előadást adtunk, de ugyan minek? Nagyon kérlek. Miért is fáradtunk? Egyél egy pár falatot. Nem vagyok éhes. Louis! Verina, ne ráncikáld a könyökömet. Podolsky ezredes. Patton tábornok elfogyasztotta az ebédjét. Jó egészségnek örvend. A spanyol lovasiskola ezentúl az amerikai hadsereg védelme alatt áll. Patton tábornok parancsára. A második gépesített hadosztály Hostauba megy. Gratulálok. Amit az előbb mondtam, azt sajnálom, de csalódott voltam. Csak Patton tábornokról érdeklődött. Nincs abban semmi rossz. Mikor indulnak Hostauba? Már elküldték a parancsot Reed ezredesnek, én reggel indulok. Hivatalosan 2000 szövetséges hadifogoly kiszabadítása a hadművelet célja. Én pedig engedélyt kaptam elintézni minden más ügyet. Például a lipicai lovak ügyét. Jaj, de szeretnék önökkel tartani. Elintézhetjük, hogy találkozunk a cseh határon. Ha nem találkozunk heves ellenállással, pár napon belül végzünk. Pár napon belül? Hallottad ezt, Veréna? Hallottam. Hallottam. Állj! Ki vagy? Dánhof százados, a német hadseregből. Üzenetet kaptam az önök parancsnokától, Reed ezredestől. Mi a jelszó? Cowboy! Hát, nem valami szépen mondta, de azért mondta, mehet. Szabad! Jó estét, Hoffman! Ezredes! Hozzon egy csészit a kávénak. Köszönöm, uram. Jelentkeztek már a németek? Nem, még nem. Behozom a lemaradást, három étkezéssel le vagyok maradva. Erre az ételre megérte várni. Sült virginiai sonkát kértem. Puliszkával, kukoricalepénnyel. Maga megért, maga is déli. Texasi. Az is délen van. Próbálja meg lehújni a szemét. Ha lehúnyom, ha kinyitom, ez akkor is rémes őrnagy. Ez már csak így van. Nem segíthetünk rajta, nem tagadhatjuk le. Ezzel a rémálommal együtt kell élnünk a háborúban. Szabad! Reed ezredes, egy német tiszt várja odakint Hostauból. Vezesse be, őrmester. Igenis. Maga szerint megkínáljam ebből? Kiderülne, mennyire acélosak a németek. Biológiai hadviseléssel vádolnák. Dánhof százados. Dánhof százados. Örülök, hogy elfogadta meghívásomat. Az úr Hoffman őrnagy. Úgy vélem, mindkettőnk számára előnyös lesz ez a beszélgetés. Foglaljon helyet. Ha nem bánja, folytatnám a vacsorát. Nyugodtan tartson velem. Nem, köszönöm, uram. Szóval, értesüléseim szerint sok szövetséges hadifoglyot őriznek Hostauban. Igen, uram. Főleg franciákat és angolokat. Szeretném felszabadítani őket, és arra gondoltam, hogy mi ketten köthetnénk üzletet. Üzletet, Reed ezredes? Nyilván inkább nekünk adnák meg magukat, mint az oroszoknak. Az ajánlatom rettentő egyszerű. Ha a helyőrsége megadja magát, akkor bevonulunk Hostauba, és az oroszoknak nem lesz esélye elfogni magukat. Kivisznek minket Csehországból? A seregünk hadifoglyaiként. Feleségekkel és ingóságokkal? Igyekszem a körülményekhez képest nagyvonalú lenni. Továbbítani fogom. De biztosítékot kérek. Nem alkudozom, nem tudok biztosítékot adni.
Együttműködünk, uram. Ha megígéri, hogy kedvező körülmények... A feleségeket mellett... magukkal hozhatják, az ingóságokat nem tudom. ...48 órán belül bevonulunk Hostovba. Akkor siessenek. Az oroszok már közel vannak. Dánov százados. Hostovban lovak is vannak. Igen. Értékes lovak, önnagy. Talán a legszebbek, amelyek valaha éltek. Érdekelnek. Akkor találkozunk Hostovban. Jó éjszakát, százados. Hoffman őrnagy, szóljon Loring századosnak és Powell hadnagynak, hogy fáradjanak ide. Igenis. 5:00-kor megkezdjük a cowboy hadműveletet. Hogy jövünk. Az F csapat folytassa előre, az E csapat pedig oldalról támadjon. Az F csapat folytassa előre, az E csapat pedig oldalról támadjon. A csapat a hegygerincen van. Ketté. Menjenek fel és robbantsák ki őket a hegyről. Thank you.
Ártalmatlannak tűnik. Ha csak nem rejtettek el valamit az épületekben. Szeretném tudni, honnan sejtette az SS egység, hogy ma reggel lépjük át a határt. Már pedig tudták. Indulunk, de legyünk óvatosak. Fegyverek készenlétben. A Hoztaúj helyőrség parancsnokaként megadom magamat a megállapodásunk értelmében. A foglyai vagyunk, ezredes. Részemről az utolsó szóig betartom a megállapodást, Danhoff százados. Megnézem a helyőrséget és a foglyokat. Berger hadnagy, mutassa az utat. Igenis. Loring, itt maga a főnök. Reggel vártak minket a határon. Tudom. A helyőrség egyik tisztje megsejtette, mire készülök, és még tegnap tájékoztatta az SS-t. Tette, fegyelemsértés volt. Majd később megtárgyaljuk a felelősségét, százados. Biztosra veszem, hogy igazságosan fog dönteni. És elővigyázatosan. Hogyne. Javasolhatnám, ezredes, hogy minél hamarabb induljanak vissza? Az SS egység talpra fog állni, és az értesüléseim szerint az oroszok is közelednek. Nem is akarunk Hoztaúban vakációzni. Körülbelül 1000. 600 kozákló, 100 Európa legszebb arab telivérjeiből. És több mint 100 lipicai. Danhoff százados, minket a lipicaiak érdekelnek. Magukkal akarják vinni őket? Igen. Segíthetek kiválogatni őket, de az hosszú ideig tart. Szólhattak volna tegnap este, de nem akartak szívességet kérni. Tegnap este nem. Hoffman őrmester maga rendes texasihoz méltón tud lovagolni? Igen, uram. Mit szólna egy nagy lóterelléshez? Tessék? Egy jó nagyhoz. Nincs időnk válogatni, elvisszük mindet. Rendben, uram. Maga a főnök. Ezredes, ismerem a lovakat. Úgy hiszem, segíthetek az amerikai hadseregnek nem csak itt, hanem Ausztriában is. Danhoff százados. Azt javaslom, hogy akkor kezdjen el segíteni. Aztán beszélhetünk a jövőjéről. Fire!
Ezt még az unokáinknak is mesélni fogjuk. Hogyne! Ők meg majd kinevetnek. Azt mondják majd a barátaiknak, hogy mit összelódított a nagyapa. Cowboy, itt az iskola. Cowboy, itt az iskola. Vége. Cowboy, itt az iskola. Cowboy, itt az iskola. Vége. Miért nem hallunk semmit? Legyen türelemmel. Emlékeztet valakire. A határon baj volt. Talán Hostauban is baj van. Hallom, cowboy. Vége. Vettem. Vége. Mondják meg a méneknek, hogy megnyugodhatnak. Már úton vannak a lányok. Mikor érünk a határra? Közel vagyunk? Mindjárt ott leszünk. Biztos? Hol vannak a lovaim? Csak nem azokat keresi. Csak nem fedeztették a lipicai kancákat más lovakkal? Hosszú volt a háború. Ezredes. Reed ezredes, Podaisky ezredes. Örvendek. Ismerősen cseng nekem a neve. Köszönöm, uram. Tudja, bátyámnak van egy Podaisky nevű lova. Igen. Az amerikai olimpiai csapat kapitányát annyira lenyűgözte az önszereplése 36-ban, hogy a Riley erődben önről neveztek el egy lovat. Igazán hízelgő. A bátyám számos díjugrató versenyt nyert Podaiskyval. Na, itt vannak a lovai. Társaságot is hoztunk nekik. Ezredes, indulhatunk? Igen. Van valami hír? Este óta semmi. Azt sem tudjuk még, hogy elérték-e a határt. Egy élő lelket sem tudok elérni ezen az izén. Kér egy kis karamellt? Amerikából küldték. Köszönöm. Állott? De állott karamell nem volt még ilyen finom. A mének! Jönnek a mének! Mi itt, mi történt? Itt vannak, a mének mutatják. Ebből lassítson egy szavát sem értem. Itt vannak mit a kancák. Mit akar mondani? Hogy jönnek a kancák. Igaza van. Megjöttek! Nehéz súlyú, itt az iskola. Nehéz súlyú, itt az iskola. Vége! Hé! Hé! Hagyja azt az izét! A mének magának üzenik, hogy maradjon nyugton, mert már is jönnek a lányok. Jönnek! Jönnek! Yeah.
Ugyan, Veréna, hát könnyekkel kell fogadnod. Ne is figyelj rám, most jönnek ki a könnyek, amelyek eddig nem mertek előbújni. Most megkapod az összeset. A spanyol lovasiskola 10 hosszú évig volt számüzetésben. Majd 1955-ben távoztak Ausztriából a megszálló csapatok. A csarnok megnyitásának 220. évfordulóján a fehér lovak ismét felléptek Bécsben. Thank you.
Ha én nem lennék, akkor ma nem lennének itt ezek a lovak. Igen, én mentettem meg őket. A háború alatt én mentettem meg a spanyol lovasiskolát. Na de hogyan, nagyapa? Linzben voltunk. Egyfolytában bombáztak. Minden nap veszélyben volt az életünk. Szinkron Cécs készítettek.